úgy kell lenni, nem úgy, hogy közben videózol. Megvan az érzés, hogy valami annyira cukros, hogy így felrobbantja a szádat. Wow! Amikor picit visszaszorítod a cukorfogyasztásodat, és eszel valami nagyon-nagyon cukrosat, akkor megérzed, hogy hát, ez brutál. Lehet ilyet kapni egyébként az oroszboltba. Nem pont ilyen puha, friss. Majd fogok menni este futni. Úgyhogy már előre megeszem azokat a dolgokat, amiknek a negyedét lefutom. Tök kellemes idő van. Tegnap volt egy kis lehűlés, és leesett a kupakom. Na, megvan a kupakom. Azért 38-42 fokban azért szerintem így nem bírtuk volna. Így most. De egy kicsit ilyen megdöglesztős. Annyira pihi, nagyon szép. Megint egy olyan helyszínre jöttünk túrázni, ami BKV-val nagyon könnyen megközelíthető. Pomázról mennek a buszok. 360 forintot fizettem, vagy mennyit, szóval, hogy ilyen röhelyes. És olyan szép terület van erre, hát egyetlen nem adja vissza a mobil, meg semmilyen előlapi kamera, meg semmi. Egyáltalán nem adja vissza, nem is azért, csak hogy az ilyenfajta csobogáson mindig eszembe jutnak a Kárpátok, a hegyek, és akkor az, hogy ez a relax zeném. És az a non plus ultra, hogy nincs szolgáltatás. Tehát így senki nem fog felhívni téged. Ha baj van, akkor a szívás, de ha viszont erre vágysz, akkor menjél túrázni. Jaj, ezek meg olyanok, mint a kis kőtrollok a jégvarázsban. Jaj, de jó! Trollok? Ezek trollok? Mindjárt kigurulnak is, átváltoznak is, és elmondják, hogy az átkot csak az igaz szerelem tudja megtörni. Jaj. Na komolyan mondom, azt a seggfejet, azt meg tudnám, azzal tudnék beszélgetni egy picit. Tisztára RPG vagy FPG vagy FPG first person shoot. Hogy is van, igen. XB. B. X. Semennyire nem adja vissza az élményt. De buzdítalak titeket, hogy menjetek. Annyira jó. Van pátrány. Ezt tudjátok, hogy olyan helyen él a pátrány, olyan helyen kezd el zöldelni, ahol nagyon friss, tiszta levegő van. Ezzel tudjátok lemérni például, hogy milyen friss, tiszta a levegő. Itt nagyon sok-sok pátrány van. Meg is állt el a kőre. Simi, júj, szvállállállá, szvállállállá. Csak nem szabad, hogy vizes legyen a kezed, mert lecsúszol ott a korláton. Mi volt a túravezető utolsó mondata? És itt ez a masszív korlát. Ilyen kis cukiságok vannak ittünk, és mini vízesések, mini. Jaj, szívecske, kövecske. Ezek a kis kőhalmocskák vannak, meg a napsütés, amiből semmit se láttok. Nem mutatom. Ott van könnyen csomó. Igen. Ah. Ezek. És azért nézzétek? Némelyik mondjuk már itt egy ideje ott van, mert pókhálós, igen. Szóval, hogy ezt egy ideje így megépítették, és akkor... Aha, azért nem semmi. Cuki, Balatonon volt az egyik hegyen ilyenek. Jöjj, ki ez? Gyere.
Ez itt egy kutya. Nem. Egy kis gyerek. Itt egy egész kis templom van. Benne a kis lakókkal, a szerzetesekkel. Cuki. Bátrabbak oda is fölmentek. Mit csinálnak? Gratulálok. Hát figyeljetek, ez azt hiszem az egyik legjobb hétvégi program. Keresésre tudnék jobb helyet mondani, ha most szívesebben lennék, mint itt. Annyira filmes, gyűrűkurás, varázslatos, szigetes, mindenes. Annyira zöld. Zöld? Szuper zöld! Gyönyörű. Nagyon jó érzés is. Tényleg annyira kellemes az idő. 30 fok van kb. Most már azért úgy alakul. Nagyon jó. Beautiful. Szivárvány! Szivárvány, ott a szivárvány, ott a szivárvány, 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 ott a szivárvány. Világjegy! Igen, tudja ő, hogy világjegy. Elvirágzott a bodza, már nem tudok bodza szörpöt csinálni. Megvan a lakásom, teljes körű panoráma, víz van, a Lidliből a cuccokat nehéz hazahozni, de itt biztos nincs közös költség. Le Pezzo. Rám szakadék 2 pera. Rám szakadt a rám szakadék. Ezt a gyökeret. Erről egy jó pufa Quimby szám jut az eszembe. Most olyan könnyű minden, szinte csak a semmitől. Kutyákat elengedtem, és a forgó szél elvitte a vihar. Alattunk a tenger, szemben a nap zuhan. Jeljük a csíkokat, és a világfajkot szellőként suhan. Fel a magasban, köszön, mint faj, nincs harapban, senkivel. Éj vagy két úrban zúgják a fákon a kabócák. Láss csodát, láss ezért csodát. Remélem, hogy ezen a hétvégén tudtatok túrázni, mert nagyon szép idő van, egyáltalán nincs. Nagyon meleg, és nagyon kellemes a levegő. Hol van a kamera? Ja. Kint szállítom a ruháimat a belső udvarban, és ma reggel ellopták az egyik bugyimat. Nagyon furcsa, nem értem, viszont figyeljetek, fiúk, lányok, hogyha valaki nektek szimpatikus, akkor hívjátok el egy kávéra, a ruha bugyi lopkodás rettentően creepy, és stalker, és fúj, hagyd a bugyit másra, ne lopd el a... Így símem erre. Nem áll. És körülnéztem, és így sehol. És ez annyira szar érzés. De csak egyet. Csak egy. Egy bugyit. Miért? Miért? Emberek, miért? Bugyi. A másik meg azt nem értem, hogyha szereti a női alsónemet, akkor miért nem vesz magának egyet? Tehát miért az én száradó bugyimat lopja el? Örök kérdések. Na mindegy. Jól indul ez a nap. A legjobb ilyen vasárnap délutáni esti lezárás program egy kis pancsi-mancsi Dorogon. Nagyon kis balkáni itt ez a rész. Ott látható a fizető strand, ez itt ilyen balkáni picit, de sokkal feelingesebb. Csak mutatom, ott a túloldalt ilyen kis nagyon cuki kis, ilyen kis tópartipikus mini házacskák vannak, és itt nagyon közel van, átúztuk a tavat, és nagyon cuki, és hát ez ilyen
nagyon feelinges, úgyhogy szerintem tök jól be lehet így fejezni ezt a vasárnapi délutánt itt a Dorogi tónál. Hogyha azt a jelet látod, akkor ott fel tudsz iratkozni a Mariska Hucuka csatornára, itt egy másik videót kínálok neked. Hogyha fent látod a csengőt, akkor lent megnyomva tudsz értesülni az újabb videókról. Legyen szép hetetek, remélem, hogy ti is egy hasonló kis cukiság mellett töltöttétek itt a hétvégét és a kánikulát. Nagyon szép. Sziasztok!